villámgyors a scriptem. Ahó, csináljál már valamit. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a milyen hónap volt márciusi összegzésem lesz. Előtte egy gyors közérdekű információ, hogy valószínűleg ilyen április-májusban nem nagyon lesznek videók a csatornán, mert nagyon sok idő fölvenni, megvágni, föltenni, megosztani, meg minden. És így az egyetem vége felé kicsit úgy érzem, hogy le vagyok most terhelve, úgyhogy a videókat erre az időszakra egy kicsit félre fogom tenni. Nem azt mondom, hogy nem lesz egyáltalán videó, mert most veszek fel éppen, tehát ilyen havi összegzés, meg egy-két másik valószínűleg lesz, de ezeken kívül nagyon más nem, tehát most még azt se garantálom, hogy heti egy lesz, mert nem hiszem, hogy heti egy. Azt se fogom tartani, úgyhogy csak ilyen pár videó lesz most havonta egy kicsit. Zárójeles megjegyzés, és akkor nézzük, hogy miket olvastam áprilisban, mert 8 könyvet fejeztem be. Igen, és ráng a szemhéjam. Ezt nagyon szeretem, mostanában ezt csinálja. Szóval igen, szóval 8 könyvet fejeztem be, de ennek jó részéről van, vagy lesz külön videóm, úgyhogy nem lesz, nem fogok ezekről annyira részletesen beszélni szerintem. Kezdem azzal, amit nem tudok mutatni, mert az egy hangos könyv volt, ami a Lány, aki tud repülni című kötet volt. Victoria Forrestertől volt a Lány, aki tud repülni. Ő egy kanadai szerző, és azért olvasom egyrészt ezt a trilógiát, mert ez egy trilógia, viszont ebből csak az első rész jelent meg magyarul. A könyvmegképzőnél a többi nem, és ez egy ilyen fantazi kalandregény gyerek sorozat, amilyeneket én így szoktam olvasni ebben a kategóriában. Ennek az a története, hogy van a főszereplőnk Piper, akinek az a különleges képessége, hogy tud repülni. Csak hát nyilván ez egy furcsa és különleges képesség, ami miatt kilóg, és elküldik egy, vagy hát eljönnek érte, és elmegy egy iskolába, ahol több olyan gyerek van, mint ő, mert hogy a normális emberek között úgyis ő ki lesz nézve, és nem fogják befogadni, és akkor neki ott jó lesz, de itt kiderülnek mindenféle dolgok ebben az intézetben, és így bonyolódik a cselekmény. Na most, mivel ez egy trilógia, és én ezt a barangolás Amerikában szeretném hozni, mint kanadai szerző, úgy gondoltam, hogy végigolvasom az egész sorozatot, és konkrétan a második részéből ami a The Boy Who Knew Everything, abból körülbelül 40 percen van hátra, de nem sikerült még befejeznem, úgyhogy az már csak áprilisra fog számolódni. És akkor még lesz a harmadik rész, és majd akkor fog belőle barangolást csinálni. Egyébként egy ilyen aranyos gyerekkaland sorozat, szóval abszolút hozta azt, amire számítottam tőle, meg érdekes. Viszonylag régi már, mert talán 2008-as az eredetie. Vannak benne dolgok, amiket nem érzek elég kidolgozottnak, de egyébként teljesen jó könyv volt, úgyhogy végül is tovább is akartam olvasni, mert érdekel azért, hogy hova fog kifutni a történet. De majd erről is lesz részletesebben. A következő az Nicholas Burrow-tól talán, a Nő mosolya sorozat, ami a Nő mosolyából, a Cseresznyevirágzásból és az előzmény történetből, a szerelem receptjeiből áll. Erről láthattatok már egy videót a csatornán, úgyhogy ezt ide be is fogom linkelni. Ezt a sorozatot a Park könyvkiadótól kaptam, amit még egyszer nagyon szépen köszönök. És abban a videóban szerintem én nagyjából mindent elmondok, ez egy ilyen Párizsban játszódó könnyed romantikus történet. Nagyon sok főzéssel, és ebben van nagyon sok recept is, úgyhogy az említett videóban, konkrétan sütés közben számolok be az olvasási élményemről a sorozattal kapcsolatban. Úgyhogy, ha érdekel titeket, akkor ezt tudom ajánlani, benne van apa. Amit még szintén áprilisban olvastam, az Ambrózi Báró eseteinek első része a Leány rablás Budapesten volt Böszörményi Gyulától. Ez Evelyn kedvenc könyveként. Tehát én ezt Evelyn kedvenc könyveként olvastam, a booktuberek kedvenc könyve is projekten belül, úgyhogy erről van egy teljesen különálló vlog, azt ide belinkelem szépen.
mert az teljes mértékben ennek a könyvnek van dedikálva. Egyébként tetszett, és szeretném folytatni, csak mivel március közepétől kezdve így abszolút én nem is olvasási válságba kerültem, hanem csak is semmihez nincs egyáltalán kedvem jelenleg. Ezért még nem mentem be a folytatásért. Majd folytatom, mert egyébként izgalmas és érdekes. És minél előbb kéne folytatnom, hogy még emlékezzek a sztorira csak. Ez most egy ilyen időszak lesz, hogy így semmit nem fogok tudni nagyon olvasni. Tételeket esetleg. Államvizsgára. A következő, az a BookTube Könyvklub havi közös könyve volt, a Persepolis. Marjan Satrapitól, talán így kell mondani az írónő nevét. Erről volt már egy BookTube Könyvklub kibeszélőnk, amit szintén ide belinkelek. Illetve erről szeretnék csinálni egy barangolás Ázsiában részt, ugyanis ő egy iráni francia szerző, de hogy eredetleg iráni. Úgyhogy róla lesz külön videó, és azt is majd ide belinkelem, hogyha nem felejtem el. Nagyon tetszett ez egy ilyen önéletrajzi ihletésű képregény egyébként. De erről most nem beszélnek többet, mert arról lesz külön videó. Illetve az Asszony beszéd című könyvéről sem beszélnék most többet, mert ezt is elolvastam, és majd erről is szerintem abban a videóban szeretnék beszélni. Ez meg egy ilyen szösszenet, amiben vacsora után a nők beszélgetnek, és főleg ilyen női szexualitás téma, meg házasság, férfiak, ilyesmikről nagyon vicces, nagyon jó volt. Szóval ezekről lesz külön videó szintén. És az utolsó kötet, amit befejeztem márciusban, az a Paper Girls második része volt, ami márciusban jelent meg a Cicerónál. Ez szintén egy recenziós példány, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Erőlnek az első részéről is volt BookTube könyvklubos kibeszélünk. Ez meg annak a folytatása, továbbra is szép lila. Sőt, most már ez is lila. Az első részhez képest szerintem sokkal több mindent nem tudtunk meg, de nekem nagyon izgalmas volt ez a rész is, és érzem, hogy most már tényleg lassan meg fogunk tudni valamit, úgyhogy én nagyon-nagyon izgatottan várom a folytatását is ezek után, mert nagyon tetszik ez a sorozat, egyre jobban tetszik ez a sorozat nekem. Érdekes és izgalmas továbbra is, és vannak benne ilyen mackóféreg lények, amik itt harcolnak egyet. Nagy nehezen megtaláltam, igen, medveállatkák. Kedves aranyos medveállatkák. Szóval, én ezeket a könyveket fejeztem be márciusban, mondom, majdnem tényleg meg volt a lány, aki tud repülni második része is, illetve elkezdtem a Gyűrűk urát, de azzal nem haladtam szinte semennyit, úgyhogy már itt a második részével. Úgyhogy azok áprilisi projektek, nem tudom áprilisban mennyit fogok tudni olvasni. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be márciusban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.